Az országos ciszti főorvos is részt vett a dombovári Szent Lukács Kórház 20 éves jubileumi rendezvényén. Beszédében hangsúlyozta, mindig öröm számára, amikor Tolna megyébe hívják, egyúttal megköszönte az egészségügyi dolgozóknak a helytállást a vírushelyzetben. Azt gondolom, hogy nagyon sokszor, akik itt tettek, sürgölődtek a betegek körül, és gyógyulásukat, ápolásukat szolgálták, olyan missziós feladatot hajtottak végre, amire egész életükben nem is gondoltak. Hiszen legyünk őszinték, egyikünk sem gondolt erre, hogy mi vár ránk, és talán jó is volt, jobb is volt ez így. A dombovári intézmény éppen 20 éve viseli az egykori orvos és evangelista Szent Lukács nevét. A megemlékezést ahhoz a naphoz igazították, amikor a kórház parkjában álló hazai, német és svájci adományokból épített kápolnát felszentelték. A mostani ünnepnek is ez az épület adott helyet. A program során résztvevők előadásokat hallgathattak meg. A gyógyítás Szent Lukácsi modelljéről, amiben az én hitvallásom szerint a tudomány mellett a lélek, a művészet és a spiritualitás is szerepet kell, hogy kapjon. A témák előadói Felföldi László, pécsi megyés püspök, valamint dr. Bogár Lajos, anesteziológia, intenzív terápiás szakorvos voltak.